Sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt a téren, és otthon a számítógépek előtt is, és a telefonok előtt is. Polgár Zoltán vagyok, egy deviza jogvédő, érdekvédő, ebben foglalkozom 5 éve. És látom a tragédiát, és ez a tüntetés, amely egy demonstrációból indult, egy éjségsztrájknak induló, de sztrájkba átmenő tüntetésből azért indult, hogy az 1 millió végrehajtás kilakoltatásait és tervezett emberek utcára tételét törvényileg megállítsuk. Ez a devizások, főleg a devizásoknak a megmentése érdekében szerveződött tüntetés, mert nap mint nap emberi tragédiák vannak. Elterjedtek hírek, hogy az alkotmányos ellenállás indította, teljesen mindegy, ki indította, egy a lényeg, az ország javáért kell tenni. A deviza ugyanolyan súlyú probléma, mint az alkotmányos válság. Az alkotmányos válságot meg kell oldani. Ki kell mondani, hogy a jelenlegi alaptörvény érvénytelen. A jelenlegi alaptörvényt a regnáló kormány puccsal, senki által nem egyeztetve hozta létre. Az, hogy ennek az alaptörvénynek a sorsa mi lesz, a jövő kérdése. De egyet nem lehet eltagadni. Az alkotmányt és a magyar köztársaságot a jelenleg regnáló Fidesz kormány, a jelenleg regnáló Orbán kormány alkotmányos puccsal, az akkor hatályos alkotmány megsértésével törvénysértő módon hozta létre. Törvénysértéssel létrehozott alkotmány, alaptörvény érvénytelen. A fő probléma az, hogy miként viszonyuljuk az alaptörvényhez. Addig, amíg a hatalmon lévő közigazgatási szervek, rendvédelmi szervek, végrehajtó szervek, kiszolgáló hatalmak az alaptörvény szerint működnek, addig a megélhetés érdekében az alaptörvényt kell betartani. De igazságot kell szolgáltatni ennek a jogi nonszensznek, és meg kell oldani a problémát. A deviza, mint annyiszor elmondott téma, jelenleg Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi válsága. Azt mondhatják a televízió előtt ülők, vagy Facebook előtt ülők, hogy micsoda válság ez, polgár úr? Hisz alig vannak, akik kint a Kossuth téren. Nem, uraim és hölgyeim! Hivatalos adatok szerint 900 ezer folyamatban lévő végrehajtás van. Ami így jelent, hogy 2 millió és 3 millió magyar ember között lehet az utcára tenni. Önnek jó lesz ez így? Ugye, hogy nem? És nehogy azt higgye bárki, hogy aki hallgat, aki csöndben van, megmenekül. Nem menekül meg! Tudják miért? A szalámi taktika. Amikor elkezdik szelni a szalámi csücska a végén azt, hogy ő megmarad. Nem marad meg, mert végén ő is sorra jut. Na hát uraim, önök így vannak. Az egész szalámi rút befeszül, egyetlen szeretet se tudunk leszelni. Na hát ez a ellenállás. Meg kell menteni a magyar népet, és meg kell menteni, és igazságot kell szolgáltatni a deviza hiteleseknek.
A legmélyebben tisztelt miniszterelnök úrnak, Orbán Viktor úrnak üzenem. Elterjedt hírek szerint a miniszterelnök úrnak volt egy kijelentése, mely szerint a horvát hatóságok, bíróságok rosszul rendezték a devizahitelt. Úgy kellett volna rendezni, mint Magyarországon. Mi oldottuk meg jól, mert itt már rendeztük, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Na hát tisztelt miniszterelnök úr, beszéljünk pár mondatot a jogi tények nyelvén. Első pont. Önök miniszterelnök úr azt nevezik megmentésnek, hogy forintosították a devizát. Akkor lehet valamit forintosítani, tudtommal, ha az létező valami. A bírósági perekben az elmúlt 7-8 évben egyetlen egy bírósági perben sem tudták bemutatni a bankot képviselő ügyvédek, hogy volt-e ténylegesen deviza a szerződések mögött. Azaz úgy tűnik, és a tények azt mutatják, hogy nem létező devizát forintosítottak. Önök a forintot forintosították! Ilyen még Einstein sem volt képes. Tehát, tisztelt miniszterelnök úr, ismert tény az, hogy ön, amikor felesküdött erre a kormányra, az Európai Unió alapjogi chartáját is elfogadta. Elfogadta azt az alapelvet, hogy a jogállamiságot megvédi. Ez egy átlag embernek nem jelent semmit. Viszont egy állam működésénél alapvető pontosságú. A jogállamiság röviden annyit jelent. Visszamenőleg tilos jogot alkotni és alkalmazni. Önök, miniszterelnök úr, úgy semmisítik meg a devizadósok kereseteit, úgy tartják életben a bankokat, hogy jogszabálynak nem minősülő polgárjogegységi döntésekkel visszamenőleg módosítják és tartják érvényben a szerződéseket. Önök, miniszterelnök úr, a kúria vezetőjével együtt a jogállamiság sérelmét követik el évek óta. Önök megsértik az Európai Unió alapelvei közül a kettes cikket, amely nélkül az Unió nem tud működni. Miniszterelnök úr, ön a jogállamiság megsértésével az Európai Unió lebontásán ügyködik. Ő ezt megteheti, ha ez felhatalmazása van. De én nem tudok arról, hogy a magyar népet erről megszavaztatták volna. Egy tisztelettel megkérjük, a jogállamiság helyreállítása érdekében tegyen meg minden intézkedést, helyezzék hatályon kívül a polgárjogegységi döntéseket, és valamennyi deviza szerződést nyilvánítsanak érvénytelenné. Az erre vonatkozó indítvány a kúria elnökéhez benyújtásra került. Amennyivel tisztelt miniszterelnök úr felkeresi a kúria elnökét, vagy iratiktatóját, ezt a nyomtatványt megkaphatja. Úgy gondolom, miniszterelnök úr, hogy önnek, mint európai polgárnak kéne tenni a jogállamiság védelme érdekében, és a szólatok helyett cselekedjen is. Én azt gondolom, hogy önt a magyar nép felemelni, pajzson vinni, ha ezt a lépést megtenni. Sok szeretettel várjuk. Miniszterelnök úr, egy kérdést intézek önhöz. Úgy tudom, hogy az ön megszólítása miniszterelnök. Gondolom, jól tudom. Na hát miniszterelnök úr, azt tudja, mit jelent latinul?
a miniszterelnök szó. Szolgák szolgája. Ön a szolgák elnöke, nem pedig uralkodó. Akkor, amikor ön miniszterelnök úr egy Damm Andreával, egy Varga Damm Andreával, aki két napig, és nő, két napig a szobáját rostokol, nem áll szóba, ő elmondom, mit követett el. Gőgös volt, cinikus volt, az emberi méltóságot lábbal taposó volt, és egyetlen dolgot elfelejtett. Ön nem miniszterelnöknek lett megválasztva. Ön országgyűlőség képviselőnek lett megválasztva. És csak attól miniszterelnök, mert többsége van a parlamentben. Ő semmivel sem több Varga Damm Andreánál. Ön Varga Damm Andreá a szolgája. Nem pedig uralkodója. Miniszterelnök úr, az ön mentalitása, amely kisugárzik a parlamentből, adspirító. Azzal, hogy egy képviselőnővel nem áll szóba két napig, megalázta a női nevet, megsértette az emberi méltóságot, megsértette a tisztességet, és hihetetlen arroganciáról, gögről és civilbussal tett bizonyságot. Miniszterelnök úr, ön úgy látszik szereti az Isten, mert még helyre teheti ezt a mérhetetlen vétkes magatartását. Varga Damm Andreá annak ellenére, hogy ön lábbal tiporta méltóságát Varga Damm Andreának, hogy megalázta a nőiességét, hogy semmire vette a férfi és nő közötti egyenlőséget, Varga Damm Andreá nem szidja önt. Varga Damm Andreá készítette törvényjavaslatot a sok százezer ember megmentésére, amit többé ismertetnék önnek, ha elfelejtett volna a sportközvetítések közben olvasni. Varga Damm Andreá! Nagyon figyeljen, miniszterem! Varga Damm Andreá egy törvényjavaslatot fog előterjeszteni az országgyűlésnek, amely a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosításáról szólnak.